Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Tábor tartottak a Pákoszcsukorói Arborétum és Vadasparkban. Az iskoláskorú gyerekek az új kisállatokkal is megismerkedhettek. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk. Maradjanak velünk! Interaktív feladatok, kirándulások, madárgyűrűzés. Csak néhány olyan program, amely színesítette azoknak a gyerekeknek a nyarát, akik 5 napot töltöttek el a Pákoszcsukorói Arborétum és Vadaspark táborában. A kis és nagyobb diákok a hazai nagyvadfajokat, a szárnyasokat ismerhették meg közelebbről. Igen. Ilyen játékokkal is elfoglalhatták magukat a két program közötti szünetben a táborozók. Az 5 nap során mindig reggel érkeztek a gyerekek, és délutánig maradtak együtt a természeti és környezetismereti táborban. Az eltöltött idő nagyon hasznosan telt a kisebb és nagyobb diákok számára. Azt tetszett a legjobban, hogy itt a gimszorvosok szabadon vannak, meg amikor az egyik nap etették a kis vaddisznókat, akkor annyira cukik voltak, amikor ettek. De volt egy nagy, amelyik mindig elkergette őket. A táborban a hazai nagyvad és szárnyas fajokat ismerhették meg a gyerekek, a hét programjait interaktív feladatok is színesítették. Hogyan kell elképzelnünk az 5 napos tábort, mi mindennel ismerkedhetnek meg a gyerekek? Ez egy természetismereti, környezetismereti tábor, rengeteg színes interaktív programmal készültünk a gyerekeknek. Főleg a hazai nagyvadfajok megismerése a legfontosabb, illetve az apró vadak, szárnyas vadfajok megismerése, de e körül a növényismeret is célpontba kerül a programok között, mindezt úgy, hogy csapatversenyben próbáljuk még színesíteni ezeket a kis feladatokat napközben. Hogyha a tematikát nézzük, akkor hogyan kell elképzelnünk ezt az 5 napot, hogyan van a beosztás? Az első napon a tájmúzeumban elevenítettük fel az előzetes ismereteket. Ott ismerkedtünk első körben azokkal az állatokkal, növényfajokkal, amikről aztán a héten szó esik. És aztán követte ezt az első napon az, hogy lejöttünk ide a vadasparkba, megnéztük a szarvasokat, őzeket, vaddisznókat. A második nap már egy ilyen madaras kilátós térképismereti nap volt, tehát ott azon volt a hangsúly, hogy egy kicsit megismerjék a térképet, ismerkedjenek a területtel, hol is vagyunk pontosan, égtájak ismerete, illetve a madárvilág az, amit még szerettünk volna, hogy közelebbről is megismerjenek a gyerkőcök. És aztán a harmadik napon, hogy ne hagyjuk ki az itt található velencei tavat sem a körből, elvittük őket kenúzni. Ez egy olyan foglalkozás volt, aminek a keretein belül a nádas élővilágával, az élővilágát néztük meg, és hajózással jöttünk át, egy jó túra során ide sétáltunk vissza. Hát a mai napon főleg interaktív játékos foglalkozásokat viszünk bele a programba, és a holnapi napon pedig egy nemzeti parkos kolléga fog nekik tartani egy madárgyűrűzési bemutatót. A tanulás mellett jutott idő játékra is napközben, visszatérő vendégek is akadtak a táborban. Én voltam tavaly előtt is táborban, nagyon régóta járunk ide, mert a nagypapám erdész. Olyan nagyon sok ismeretet egyelőre még nem szereztünk, a halakról így mindenfélét tanultunk, az új volt. A gyerekek a vadaspark kertjeiben lakó állatok életében nyerhettek betekintést az együtt töltött idő alatt, és a kis tó életvilágát is megismerhették. Nekem nagyon tetszik, hát igazából természet
iránti ismereteken gazdagodtunk. Rengeteget tanultunk az emlősökről, a madarakról. A táborozók az új állatokat is megtekintették a vadasparkban. Hat nagy vadfaj mindegyikében születtek új jegyedek, és az emupár is rakott tojásokat a közelmúltban. Ezek az Ausztráliában őshonos futómadarak, az emuk is megtekintetők a Pákoscsukorói Arborétum és Vadasparkban. A kakas 5 tojást keltett ki néhány hónappal ezelőtt. Vannak emujaink is, ugye ők Ausztráliában őshonos futómadarak. A földön ők a másik legnagyobb termetű faj. Közel 60 kg testtömeget is képesek elérni, és 50 km per órával is tudnak futni. Most ők január-februárban költenek, és ami különlegességük, hogy a kakas költi ki a tojásokat, 56 nap a költési időszak. Ennek végén, zártéri körülmények között legalábbis, elég agresszívvá válik a kakas, gyakorlatilag nem eszik a költési idő alatt, maximum vizet vesz magához, és a keléskor, ugye amikor elég nagy termetű tojásai vannak, nagy méretű tojások, 80-90 dekagramot is elér egy-egy tojás, és keléskor gyakorlatilag minden zavarja, minden külső inger a kakast, és agresszívan lép föl, még az ember ellen is. És gyakorlatilag úgy kellett kimenteni a fiókákat, ugyanis igyekezett őket összetaposni. Ugye az ötből, ami öt fióka kelt, kettőt tudtunk megmenteni, és kápolnásnyéken Fekete Tamás állatgondozónk nevelgette őket. Aztán, mikor elérték azt a megfelelő méretet, akkor tudtuk őket kihelyezni a kifutóba. Mit lehet tudni itt az állatállományról? Mennyien vannak, milyen fajokat találhat meg itt az, aki ide látogat? 2017. szeptemberre az az időpont, amikor megnyitottuk a kapukat. Bemutatási céllal került 6 nagy vadfaj a területre. Ugye 5 kertben mutatjuk meg őket. Vannak muflonjaink, vaddisznóink, szikaszarvasaink, dámszarvasaink, gimszarvasaink, és van egy ősutánk is. Tehát 6 nagy vadfaj került bemutatásra területen. Ugye ebből 3 az őshonos emlősfaj, illetve 3, ami betelepített. A szikaszarvas, azt kiemelném külön. Ugye 1910-es években a károlyi grófok telepítették, még fehérvárcsurgói vadaskertbe őket, ilyen kuriózum céllal. Aztán jelenleg egyébként csak és kizárólag itt található Magyarországon viszonylag szabad körülmények között szikaszarvas. Mi úgy gondoltuk, hogy hát érdemes, ha már itt vannak, bemutatni őket, így a nagy közönségnek kevesen ismerik. Ugye a dámnál is kisebb termetű, legalábbis ez az alfaj, ugyanis ez japán szika, amit itt bemutatunk. Születtek szikaborjak május végén, június elején. Van gimszarvasborjunk is, egy bikaborjú, nagyjából egy hónapos múlt most. Vannak vadmalacaink, ők március elején születtek, tehát már 4,5 hónaposak jelenleg. Illetve a muflon bárányaink április elején látták meg a napvilágot, ők is már 3,5 hónaposak múltak. 16 szikaszarvasunk volt a kezdetekkor, és 4 borjúval bővült az állomány, és elhullás nem volt, hál' Istennek. Közülük a gimszarvas állomány az úgy alakult, hogy ők egyesével érkeztek, illetve Budakeszi Vadasparkból aztán volt, hogy háznál nevelt szarvasunk is van. Itt született egy gimszarvasborjú. Muflon viszont, hát az elég tetemes volt, az a muflon bárány dömping. Összesen, jól tudom, közel 20 muflon bárányunk született itt. Vaddisznóból viszont ugye 4 felnőttünk van, és jelenleg 9 malac. A gimszarvas bika, amely nemrég született, várhatóan ugyanolyan szép agancsot növeszt majd, mint apukája. Ez a legjobb agancs, amit föl tud rakni egy szarvas, hogy 12-es koronába végződik, egy szimmetrikus, nagyon szép agancsa van, de még az sincs kizárva, hogy páratlan 14-es, mert a jobbos szemágon van még egy ág, egy bizonyos hosszúságot elér, akkor az egy ágnak fog számítani, és ha kifejlődik egészen, akkor a szőrös felület alatt vérerek szállítsák fel a meszett kalciumot, foszfort, az agancs anyagát, és akkor elhalnak az erek után, azt a bőrös felületet ledörgüli magáról. Fáknál dörgüli le.
akkor értékes egy serbük tölgyerdőbe dörgüli, mert a sersab a fának a nedbe fogja meg, és attól lesz szép csokoládébarna. Erdőszéleken a bodzás akácus helyen dörgül a bika, akkor egy kicsikét sárgás-vörös aggancsa lesz. Bucika! Ilyen őssutával is találkozhatunk szinte bárhol Fejér megyében. Elkezdődött az őszek nász időszaka. A párzási időben sokkal figyelmetlenebb a suta és a bak, emiatt közelebb jöhet az emberhez. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy sokkal jobban figyeljünk az utakon a közlekedés során. Ebben az időszakban tart, vagy kezdődött az őzek násza, egészen pontosan mit jelent? Az őzeknél a nász időszakot üzekedésnek hívjuk, ami egy magyar szó, benne van, hogy a bak űzi a sutát. Van más vadfajunk, ahol a nőstény állat megy a bikához, például a dámnál, itt a bak keresi fel a sutákat, és azokat űzi. Tulajdonképpen ez az a párzási időszak, ami nek a folyamányaként következő tavasszal születnek az őzgidák. Ebben az időszakban sokkal figyelmetlenebb a minden egyéb külső körülményre az őz, különösen a bak, ezért sokszor egész közelre bejönnek az emberhez, egész későn veszik csak észre akár a járókelőt is, és ugyanígy figyelnünk kell a közutakon is a közlekedéssel. Természetesen egész évben számolni kell ezzel, hogy a vadnak nincs kitéve, illetve aki is van téve, hogy közútő, azt nem ismeri, és azon közlekedik. Az év nagy részében ez ugye a hajnali és az esti szürkületben jelentős. Ilyenkor nyári időszakban bizony napközben is figyelni kell erre, és ha nyílt terepen látjuk, hogy szaladgál az űz, akkor fokozott figyelemmel kell tovább haladni az úton. Ez általában egy 2-3 hetes időszak, tehát itt Fejér megyében úgy gondolom most kezdődik ez, és augusztus elejéig, első harmadáig tart. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, holnap is várjuk Önöket a képernyők elé, viszontlátásra!